Miben ülünk most? Ez egy második világháborús Willisi Jeep, ami valójában egy Ford GPV. A hadsereg kiírt egy tendert terepjáró gépkocsikra, ezt a ugye Willis nyerte meg, a Willis Jeep ugye közismert néven, ugye ez maga a Jeep, és olyan sokat kellett volna gyártani, hogy magát a gyártást kiadták a Fordnak, és így a Ford GPV néven került forgalomba. Ez egy első verziós, 1942-ben gyártották, és a 10-es páncélos hadosztályi volt. És hogy került önökhöz? Hát ez egy elég érdekes dolog, nekem nagyon régi szívem vágyom volt egy ilyen második világháborús Jeep, egy ilyen gépjármű, és találtam egy hirdetést az interneten, Csehországból került hozzánk egyébként. Csehországot egy részét ugye a Patton páncélosai szabadították fel, és ez az autó is abban az alakulatban tartozott, amely Csehországot felszabadította. Annyit tudunk róla, magáról az autóról, alvásszám alapján azt sikerült az Egyesült Államok különböző levéltáraiból kideríteni, hogy a gyártás után Észak-Afrikába került, majd az észak-afrikai hadszíntérből Dél-Franciaországba lépett Európa földjére, és a páncélos hadosztály, a 10-es páncélos hadosztály együtt elindultak Németország felé, aztán Csehországba állították meg az autót. Rövid ideig a cseh néphadsereg tulajdona volt, és én már, mint a cseh gazdától vásároltam meg ezt az autót. Egyenruha, amelyet is sem? Hát maga az egyenruha, ez egy M42-es egyenruha, amit a partraszállás idején használtak az ejtőernyősök. Mi a 101-es légiszállítású hadosztálynak a megjelenítői vagyunk. Ez egy foltos Pathfinder egyenruha. Az ugrás előtt ugye Pathfinderek, azaz nyomjelzők ugrottak, akik jeleztek a gépeknek, hogy hol kell ugraniuk az ejtőernyős alakulatoknak, és azért ilyen foltos, mert Jeep festékkel összekenték, hogy jobban beleolvadjon a környezetben, és ugye ezt próbáljuk ezzel a ruhával imitálni. Ez egy replika? Ez egy replika, igen. Mellettünk lévő kocsi? Mellettünk egy Dodge VC51-es gépjármű található. A tulajdonosa is itt van a táborban. Ő Németországból származik ez az autó. Jó, a kedve gyújtson rá. Te nem mondd, csak nincs benne cigi. De jó, köszönöm. Hogy kezdtek önök hagyományt őrizni, és miért pont az amerikai? Igen, ez egy rettenetesen tipikus kérdés, hogy miért pont az amerikai. Gyakorlatilag, hát mint mindenki más, mi is modellezéssel kezdtük, legalábbis én modellezéssel kezdtem, aztán bejött a képbe az Airsoft, és az amerikai, ez egy ilyen, tényleg az amerikai lazaság, jópofa egyenruhák, jó filmek, és aztán jött ugye Band of Brothers, ez egy végső löketet adott, és akkor így alakult ki ez az egész dolog. Ezelőtt, 11 néhány évvel ezelőtt. Mekkora most a park? A gépjármű park? És hát, az eszközpark? Nagy. Tehát gyakorlatilag, ami most látható ez a kiállítás, ez mondhatjuk, hogy egy töredéke, de van még másik GMC teherautó, ami ugye ott látható, van még egy másik Willis Jeep, van egy harmadik Willis Jeep, tehát sok autónk van. Seven seas, the seven seas.